Az első induláskor januárban mi is jelen voltunk, majd a Pálos Vörös Marti Pálos Szent Mise után is mesélt nekünk Puskás Antal pálos szerzetes a busz újraindulásáról. Megpróbáltuk ugyanazokat a helyiségeket fölkeresni, fölvenni a kapcsolatot, akiknél már terben volt, hogy meglátogatja őket a busz, vagy fogadják a buszt. Kicsit átszerveződött, de újraindult, hála Istennek, és most Esztergomban volt egy hete, Nagymaroson volt, ha jól emlékszem, tegnap, és folytatja az útját itt a környéken, aztán majd követhető az útja a pálosbusz.hu weboldalon. De úgy látom, hogy az embereknek, különösen Esztergomban nagy örömére szolgált, hogy Boldog Özséb évében, Boldog Özséb szülőhelyén is megfordult. A Pálos Busz tárlatának egyik fő célja, hogy elindítson egyfajta gondolkodást, elmélkedést. A belsőjében olyan kiállítást láthatunk a Pálos történelemmel, művészettel kapcsolatban, ami nem annyira a nagy-nagy látványokat akarja föltárni, nem a teljes történelmi múltat, hanem inkább szeretné elmélyíteni a látogatót, hogy belefeledkezzen akár a pálos építészetnek, a pálos költészetnek, vagy éppen azoknak az atyáknak az életébe, akik most a legutóbb a 20. században tesznek tanúságot egy videó felvételben, egy interjúban, arról hogyan élték meg például a kommunizmus alatti időszakot egy ilyen mély interjúk formájában. Tehát egy bevezetés igazából, és érdemes több időt eltölteni a buszban, nem csak átszaladni, mert így nem találják meg benne azt, amit igazán ott tartalmaz ez a kiállítás. A Pálos Busz kiállítását július 26-áig Bükszentlelken, a Szentlelki Fogadónál, július 27-e és 30-a között Solymáron a katolikus templom előtt, július 31-e és augusztus 3-a között Válluson tekinthetik meg. A busz augusztusi helyszínei között még megtalálható lesz Balatonszemes, Keszthely, Pannonhalma, Petőfi Szállás, Gönc, Kesztölc, Budapest, Nyíregyháza, Máriapócs, Hajdúdorog, Márianosztra, Iharos, Pécs és Erdély több települése is.